Budapest, újabb részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatójának ügyével kapcsolatban. Lapunk megtudta, hogy a korábban elvégzett igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény szerint szexuális vágyat érez a sztárok iránt Joseph P. akinek a bíróságon zaklatás minősített esete miatt kell felelnie, amelyért akár 2 év börtönt is kaphat. Az iratokból megállapítható, hogy a vádlottnak a sztárokhoz fűződő, illuzórikus, túlfűtött szexuális vágya van. Ez azonban nem zárja ki a beszámíthatóságát, emiatt pedig büntethető, nyilatkozta a lapunknak Pásztor Anna ügyvédje, Dr. Szilágyi Roland, aki azt is elárulta, hogy mikor kezdődik a tárgyalás. Január 11-én kell bíró elé állnia a vádlottnak. Jogi képviselője is megerősítette kérdésünkre a szakvéleményben foglaltakat, de nem akart semmit hozzáfűzni. Lapunk nemrégiben a börtönben készített interjút a férfival, aki akkor így nyilatkozott kollégánknak. Ha bűn az, hogy piszkáltam, zaklattam Annát, akkor vállalom a következményeket, és leülöm, amit kell, mondta Joseph P. Megkerestük az énekesnőt a fejlemény kapcsán, aki elismerte, hogy még mindig nem tudott teljesen túllépni a történteken. Most, hogy van ügyvédem, már nagyobb biztonságban érzem magam. Lelkileg is felfegyvereztem magam, így bármi is vár rám, megküzdök vele. Nyomasztó és idegesítő a tény, hogy ez a férfi még mindig konokul állítja, hogy amit csinált, az teljesen normális, kezdte lapunknak Pásztor Anna. Az biztos, hogy sem én, sem a párom, Balázs nem leszünk ott, január elején elutazunk külföldre. Szeretném az egész családot megkímélni, ettől a pertől árulta el az énekesnő kényszeres cselekedet. A szakértő szerint szexmánia áll a háttérben, a túlfűtött szexuális vágy úgy értelmezhető, hogy az érintett fél állandó késztetést érez a nemi aktusra vagy a kielégülésre. Kényszeresen, állandóan aktust akar létesíteni, ellenállhatatlan érzések kerítik uralmuk alá, mondta a lapunknak Mökály Gábor klinikai szakpszichológus. Ez feszültséggel is jár, amelyet csupán kielégüléssel tud feloldani. Ekkor a pszichés zavarral küzdő nincs tekintettel a másik félre. Nők esetében ezt az állapotot nimfomániának, férfiak esetében pedig erotomániának nevezik, amely hétköznapi szóval szexmániaként ismert.